Jó napot, kedves nézőközönség! Én Mata Barna vagyok, és ez itt a Let's Play Crusader Kings 2 következő része. A legutóbbi részben a Pajhői herceggel voltunk, viszont úgy döntöttem, hogy vele egy kicsit lassú lenne a játék, ugyanis egy jó 200 évvel kellene ahhoz, hogy egyesítsük a Frank császárságot. Úgyhogy váltottam Kastília királyára, akivel egy kicsit gyorsabban fognak menni a dolgok. Valamint legutóbb bekrepált a save file-om, nem tudom mitől, úgyhogy visszamentem a legutóbbi autószévre, ami szerencsére működött. Nos, két háborúban vagyunk. Egyrészt segítünk Akvitániának a franciák ellen, másrészt az unoka öcsénk megtámadott minket egy 30 000-es hadsereggel. Ami ellen, ahogy kereszes hagyat Jeruzsálemért. Még egy. Mit is mondtam? Ja igen, az unokatestvérünk. Aki ellen nem tudok sok mindent csinálni, mert a hadseregünk le van darálva. Veszünk magunkat ide Astorgába, hogy jól tudom, ja, az itt hegy, szóval oda be tudjuk magunkat venni. Nem ígérünk földet a fiunknak. A fiunk amúgy az örökösünk sajnos egy gróf, szóval összehozott egy kupac teljesen értelmetlen házasságot. Van egy szövetségünk a gyenge francia királlyal, akit akármikor letaszíthatnak a trónról, meg van egy szövetségünk valami random gróffal, vagy herceggel, aki már úgyis a mi hűbéresünk. Na, hozzuk be azt 1650 zsoldost. Ezzel még előképpen hülye is nem támadja meg őket. O videó? Hol van a videó? Ja, azt tudja, az de a videó, oké. Okay. Na, reméljük, hogy a hegyekben meg tudjuk őket állítani. Legjobb hadvezéreket kinevezzük. Még mielőtt akármi történne. Oké, jobb szárnyon nyerünk, bal szárnyon nyerésre állunk. Megöltük? Nem öltük meg. Oké, nyertünk. Mert a 12 000 ember, ezeket leverjük, aztán utána megyünk és visszafoglaljuk a területünket. Az egy grófságot, amiért ilyen bőszen harcolunk. Mert se Kasztíliában primogenitúra az örökösödés, szóval nem osztanak fel a birtokaink. Viszont Galícia a Gávölkön, szóval hogyha a galíciai királyságban szerzünk be több területet, akkor azok fel fognak oszlani. Amúgy a területeink nagyjából Prága szintjén vannak technológiailag. Ja, és nem osztottam még ki a tanácsadóimnak a parancsokat. Technológia lopás Prágából. Miénk amúgy a világon az egyik legjobb technológiai szint. Te meg fabrikálj jogokat mondjuk erre a katolikus hercegségre itt. Nem minél, hogy behódolnának nekem, mert ugye Andalúzia részei, de majd megnézzük, amikor egyikünk sem háborúzik. Astorga. De azt hittem arra menekül tovább, és még egyszer lecsapatunk rá, de akkor megyünk erre. Szerencsétlen 7 000 embert még egyszer pofon vágjuk. Még kétszer pofon vágjuk ez esetben, mert még Leonba is találkozunk velük megint. Marad belőlük. 3 000. Oké. Visszafoglaljuk a megszállt területeket. Remek! Lottuk technológiát. Ó, még 150 hajója is van. És legyőztük. Ebből mi mit kapunk? Szarcse. Reméltem, hogy kapunk valami jóval tétel, de nem. Az Arnorcsőjünk amúgy most jelenleg főleg könnyű és nehéz lovasságból áll. Amúgy mi is tudunk echte könnyű lovas egységeket gyártani, csak máshogy hívják őket. Caballero huszár helyett, de semmi különbség kettő között. Soria, az hol van? Eléggé a magterületembe, bocsi nem. A magterületünk az főként Kastília és León hercegségeiből áll, valamint van egy grófságunk itt Navarrában. Mármint a Navarrai királyság jogos területén, ha jól tudom. Vagy? Nem, ez is Kastília. Akkor Kastília és León. Azt hittem volt egy Navarrai területünk, de ezek szerint nem. Ó, te itt? Oké, katolikus vagy. Na, megijedtem, hogy valahogy beengedtünk egy arabot. Remek a feleségünk terhes. Ó, neked még nincs férjed. A cseh király, az az idióta mi. Valami jó kis szövetség esetleg, cseh király. Akvitáni... Ó, nem, ez csak egy gróf. Burgundiában új király van.
Ja, Burgundiában új királyban letaszították a karolingokat. Nem mint, hogyha sokra mennének azzal a koronával. Jegyezzük el a cseh királlyal. A másik lányunkat pedig... Még nem jegyezzük el senkivel, várunk, amíg lesz valami jobb ajánlat. Meg sem is itáliai királyság. Ja, visszavonta bent császár az idióta. Ez egy királyság, amit jó ötlet volt, hogy kiosztottam. Hát vagy hogy elvették, hagytam, hogy elvegyék tőlem. Tudom, hogy úgy tűnik nyerik a csatákat vendek ellen is. Gerhard ellen. Azt nem tudom, hogy miért erre cirkálnak a 40 ezer embereik. Ja, mert harcolnak a buvaidákkal. Akiknek mie is van. Övék a szultánság jog szerint, meg van egy, van egy bárói birtokuk, oké. Okay. Ó, te a kalifa. Kalifa ellen nem indítunk semmiféle háborút egyelőre. Toledót próbálom majd visszaszerezni a turonyidáktól, amint csak tudom. Meg ki kell őket szorítanunk Andalúziából. Akarsz a hűbére sem? Még mindig harcolsz, kivel? Kivel áruld el? Ah, már nem harcolsz. Akarsz a hűbére sem lenni? Nem. Nem vagyok a jogos hűbérugra. Ó, egy fiú. Fiermúró. Semmi nagyon jó ajánlat, ami kitűnne. Pest talán megérné, de nem. Ausztria. Ó, Ausztria. Ó, Asturias. Azért van egy pár, ami nem rossz, de inkább nem. Ja igen, itt az inglisek. Nem értem, hogy ez a kultúra hogyan jelent meg. De mindegy. Aquitania nyert. Ahó, adót emelünk. Azért az nem úgy van, hogy semmi adó. Ó, stresszesek vagyunk. 61 évesen vele fér, már úgyis meg fogunk halni. Neked melyik grófságot adta? Az emmi? Ja, Leonban az egyik grófság, oké. Okay. Akkor ez a rész lesz itt a... erőnk magia. Ez a két hercegség. Hova melteltezte a korátségeket? Ó, harcol a buvaidák ellen. Mi inkább öngyítunk ellenük háborút. Annak örülnék, hogyha a turonyidák esetleg elkezdenének dekadencia... beleesni egy dekadencializásba, de azt még nem fognak egy ideig. Jó tesz nekik, hogy most leverik ezt a kresztes hadjáratot. Ó, elkezdték megszállni a birtokaikat. A vendek, ráadásul. Burgundia ellen persze. Burgundia az. Megeszi magába Aquitania. A galíciai... Ez kinek a csapat a galíciai herceg? Az Alkudi Emir, magyarul a galíciai herceg. Kivel harcol? Védekezik egy polgárháborúba, oké. Okay. Egy kis belharc, nem árt az senkinek. Tervezek valamit? Miért akarom megölni ezt a nőszemélyt? Nem akarom megölni ezt a nőszemélyt. Ó, oh, öngyilkosak tudunk lenni, mert... Ja, mert depresszió. Ah. Lehet, hogy azzal jobban járnánk, mert örülnék neki, hogyha tudnám irányítani, hogy mi történjen az unokáimmal, mert... Remek ebből kém lett, ezzel szarra se fogunk menni. Ja, öngyilkosak leszünk, puff. Tartunk egy nagy lovagi tornát. És elválunk ettől a... haszontalan karolinktól. Akkor megöljük. Ugye nem vagyunk kiátkozva, vagy valami ilyesmi. Nem. Akkor miért nem szeret senki sem minket? Idegen... itáliaiak vagyunk. Ej, de jó. Legalább a fiunk nem az. Táncoló medve? Táncoló medve. Persze jobb intrika.
bejövött a háborúba a Kalifornián, és miért akarsz ennyire lázadni? Mert nem szeretsz. Miért nem szeretsz? Koronafelhatósága, meg a szar törvények. Legalább az adó, legalább az adóemelés, mínusz 10 adók miatt. Lesz neked titulus. Így 61%. Be tudom börtönözni esetleg jogosan? Nem. Persze belépek a háborúba a Kalifa ellen, akinek nincsenek csapatai. Majd fejlesz a technológiát. Ja, most újra kell választanom a tanácsomat, mert az idióta rendszernek köszönhetően ilyenkor mindig megöröklöm a fiam tanácsát. Te mit is csináltál? Ja, jogokat fabrikáltál a hertességedre. Pénz. Most van egy kupac pénzünk, szóval lehet, hogy abban a pillanatban, hogy elmegy a polgárháború veszélye, indítunk egy szent háborút a tulunidák ellen. Ugye nem kell elköltenem minden pénzemet arról, hogy lefizetem a hűbéreseimet. Na, nyerd meg azt a nyomorult háborút. Lovagi tornát akarok tartatni, csak hogy feljebb menjenek a kapcsolataim a hűbéreseimmel. Lakomát tudok? Nem, azt se tudok. Ahhoz is béke kell. Sajt. Ja, remek is elvesztettem az összes spanyol specifikus képzőépületemet, mert... Miért ne? Itáliai királyként tűrhetetlennek tartom, hogy erős nehéz lovasaim legyenek. Vagy könnyű lovasaim legyenek. Corradino, tiéd lesz. Salamanca, Nesze. Ez most emeleti, tényleg 10-zel nevelte a kapcsolatainkat, ja. Hát, hogy vissza kéne vonnom az adót. Mert nem tudom csatagolni a hadseregem edzővéhez. Na mindegy. Összehívunk egy hadsereget. Hogyha már egy idő nem bír el a kalifával. És lemenetelünk. Oda. Alcerdosszálba, vagy mi ez. Négy nap múlva megérkezik az erősítés. Placs! Ahol megérkezett az erősítésük. Kilépett be a... Zirida? Ahol a Zirida. Igen. A fenébe. Ősia? Siam. Nem értem, hogy a Tóvinda szultán hogy tűri meg a létét, de oké. Szívom minden lehetséges katonát. Ehhez a háborúhoz kell az emberi erő. Ó, oh, persze, hogy keresed neked férjet. Anastasios még egy kicsit fiatal. Ja, jó lesz az a Karoling. És polgárháború. Miféle céllal? Ezt a rohadt Armadillót akarja a trónra juttatni. Miért indított polgárháborút? Azért, hogy az örökösöm trónra kerüljön. Hát ez valahogy nekem nem tűnik logikusnak, na mindegy. Ja, legyünk kasztíliaiak. Mitől sajnálatos módon nem kapjuk vissza a kasztíliai képzőépületeinket. Jó, lépnek be az emberek a háborújába. Az egyetlen ok, amiért nem kapitulálok most, az az, hogy nem akarom, hogy az emmi vezesse egy... az országot addig, amíg meg nem halok. Ami még egy jó... akár 40 év. Mi fogjuk vezetni az egyik szárnyat, akkor hát ha meghalunk és... Mennyi? Három? Na, akkor mégsem vezetjük a szárnyat. Annyit nem ér meg, hogy meghalljak, hogy elcsessz a háborút. Bocsi, de várnod kell a kalifára. Vagy amíg segítek a kalifa ellen.
esetleg közben be tudom hívni a francia, jobban szereti az ellenségeimet, és az Aquitania jobban szereti az ellenségeimet. Verjük szét a seregeiket, még mielőtt egyesülnének. Na, gyerünk, gyerünk, placs! Verjük szét azokat ott Santiago-ban. De ezzel le tudom csukni az összes hűbérésemet gyakorlatilag egyszerre, haha! Tetszik, hogy pont az andalúziai emír volt az, aki nem árult el. Remek, nő a toleranciánk, hely de jó nekünk. Közben éppen... Aki ezeket levertük, menjünk tovább és harcoljunk azokkal. Kiosom olyan Navarrát. Ja, hogy ott nekem van egy birtokom és azt asromolják, értem. De mint egy hűbére sem. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk. Nem vagyunk, felszabadítjuk azt a navarrai birtokot. Placs. Megverjük azt a hadsereget és utána leverjük ezeket. Most már remélhetőleg tényleg. Amúgy, hogyha egyesíteni a csapatait, akkor talán le tudna győzni. Talán. De nem vagyok benne biztos. Jó, remek, ez meghalt. Az egyik húgunk. Jó, féltestvérünknek még nem is lőttünk feleséget. Kent hercegnő, ugye miért ne? Az egyik erősebb angol nemes. Várjunk, English vagy angol szász? Angol szász. Meg a hűbérsek jó része angol szász. Nagyon kevés ilyen English van még egyelőre. Nem is értem, hogy honnan jött a kultúra, mert... Na mindegy. Shit, az ott középen jó nagy ütés volt. Nem értem, hogy hogy ütött át a vonalinkat ilyen gyorsan, de mindegy. Zsoldosokat vitte. Hogy csinálja ezt? Mi van ott neki középen? Nincs is nehéz zavassága, nem értem, hogy hogy tud ilyen eredményeket elérni. Ó, itt tűnik, megverjük. What the fuck? Hogy csinálj ilyeneket egy ilyen szar hadvezérrel és egy ilyen átlagos hadsereggel? Ilyen jó technológiája? Nem. Na mindegy. Azért a kétszeres túlerő sok lesz neki. Most le tetszik, hogy ott csak üldögél és nem is próbál menekülni a hadseregem elől. Persze házasodj össze. Második Oirral. Na, verjük le ezeket. Az ellenséges ostromok morzsulnak lefele. A turnidák tovább nyomultak? Nem, már megijedtem. Jobb hadvezetési képességeket akarunk. Megnyertem az oszmai csatát? Oszmai csatát! Megyünk és megszálljuk Castellont, a lázadók vezetőinek fővárosát. Az egy darab rohadt csata levitte 28%-kal a háborút. Másleg, bocsi, de a Kalifornia nem tudok segíteni, most el vagyok foglalva azzal, hogy el akarják venni a koronámat. És oda akarják adni a fiamnak, aki amúgy is megörökölni. Na, de hogyha az egyik gyerekemet olasz kultúrára neveled.
gyorsan szálljuk meg. Utána menjünk vissza és pofozzuk az ostromló ellenséges erőket. A keresztes agyalat elbukott. Valahogy vártam. Jó lett volna kihasználni, amíg el voltak terelve atomidák, de sajnos mi is el voltunk terelve. Ó, te mikor sérültél le? Na mindegy, az a lényeg, hogy lesérültél. Na, már több gyereke nem lesz. Kalifa megterjeszkedik. Ó, egy jog Lisszabonra. Hát, én jobban örülnék a hercesének, de jó, és maradj ott és dolgozz tovább. Persze, legyünk fanatikusok, nem lettünk fanatikusok. £66,600. Szerintem jól kiszámolta nekem. Mi vagyunk az ördög spanyoljai. Remek. Na, ezeket most megverjük. Így vesztünk úgy pénzt ezzel a rohadt nagy zsoldos egységgel? Igen, természetesen. Na, menjünk, verjük szét a másik főséget. Leesedne neki, hogy ezt a brut már elvesztette. Fernál az igazságos. Fejlesztjük közben Kasztíliába a köznyilvasság képzőt. Vagy ő Burgoszba. Palencia várában. Mit tudok magamnak követelni? Szardíniát és Navarrát. De a Navarra ugye a hűbére sem szokott lenni, szóval azt inkább nem. Hogy akkor Navarra jó része nem tartozik a fennhatósága alá, ezért nem szeret engem, meg a galíciait. Arra meg van egy új lovagunk. Heregaldó. Hol vagy? Ja, még nem jelent meg. Na, itt van. Lokrófni Heregardó, oké. Okay. Megy Karoling, nem árt. Ezt a fejedesvérünket meg... Ja, meghalt a férje. Gyere vissza, újrázasítunk valami... Olyanhoz, akitől kapunk valami értelmes szövetséget. Neked adunk egy pénzügyi nevelést. Csak nem olaszt. Velünk te olasz vagy? Ja, olasz. 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 Minden pénzügyi szakemberünk olasz, ejj de jó. Kezdjük egy kasztíliaival, aztán amikor véget ír a polgárháború, akkor gondolom lesz egy hűbéresünk, akivel tudjuk majd neveltetni. Közben lerohanjuk Navarrát. Mennyi Pamplónát. Most már beláthatnád, hogy elvesztetted a háborút, barátocskám. És hajózokat Szardíniára is verje meg őket ott. Szörnyű, hogy őket nem, meg nem kell tennem. Összehívjuk a flottát. És kihajózunk Szardíniára. És közben elvesztette a Szent Háborút a kalifa ellen. Mérlegelnie kellett, hogy van egy másik Shia szultán. Közben Bizánc megint polgárháború van. Yep. Megint polgárháború van. Vissza a hajókra, kössetek ki ott. Akkor ne kössetek ki. Tényleg amúgy kultúrailag hogy állunk? Az egész kasztíliai nincsenek is. Ó, oh, van egy pár baszk, de ezek nincsenek. Aragóniaiak. Katalánok sajnos nincsenek. Azokat le kéne vernünk vissza a hajókra. Hát megyünk erre a partra.
Töröröm. Töröröm. Menekülnek. Na ott elkapjuk őket. Most végetek. Haha. Aki a protat bemondhatjuk. Ezeket kaptak erősítést. Na mindegy, így is leverjük őket. Miért menekül az a szárnyunk? Húh. Uff, nyertünk. Egy pillanat.